hozzánk, hogy megtarthassuk ezt az előadást. Én most nem is fogom akkor éppen ezért a pici késésért húzni az időt. Néhány gondolattal azokban készültem mára is. Mégpedig a betegség tudatról szeretnék egy-két gondolatot azért elmondani, hiszen ugye amikor olyan helyzetbe kerülünk, akár mi vagy családtagunk, hogy kiderül, hogy egy olyan betegséggel állunk szembe, amely gyógyíthatatlan, vagyis élethosszig, akár gyógyszeres kezelésre szorulunk, akkor az nagy kétségbeesés szokott történni. Ugye feltesszük a kérdést, hogy mi lesz velünk? Hajaj, így érdemes? Tudom, kéne így élni? Na hát azt tanácsolják a pszichológusok is, és egy picit, ahogy utána olvastam, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy tartsuk meg az önuralmunkat, nyugodjunk meg, tájékozódjunk, és igen, mindent kérdezzünk meg az orvostól, hogy részleteiben menően ismerjük meg a betegségünket, ismerjük meg és értsük meg, hogy mi történik a szervezetünkben. A legvégén pedig a legfontosabb ugye az életmódváltás, mert hogy beáll egy másfajta, egy új élet onnantól kezdve. Vittesen erre azt mondta a mai vendégünk dr. Ruf Rudolf, endokrinológus, diabetológus, hogy hát valójában a cukorbetegek élnek a legegészségesebben. Hiába, hogy azt mondjuk, ugye, hogy egy élethosszig tartó betegség ez, de bizony ők azok, akik helyesen táplálkoznak, akik odafigyelnek arra, hogy eleget mozogjanak, és akik betartják azokat az életmódbeli fontos jellemzőket, amelyeket mi, akik még egészségesek vagyunk, és picit könnyelműbbek, legyítünk rá. Na, de beszéljünk erről részletesebben, és mondja el a konkrét információkat maga a szakorvos, úgyhogy akkor üdvözlöm és kérem, hogy fáradjon fel ide a színpadra, dr. Ruf Rudolf. Köszönöm szépen, ezért jöttem, hogy megtapsoltassam szerintem. Jó humora van a doktorunknak, úgyhogy szerintem ma sem fogunk csak komoly dolgokról beszélgetni, de hát sokat kaptunk itt mi már együtt, úgyhogy helye van ennek is. Sőt, azt szokták mondani, hogy a humorral még jobban memorizálódik az információ, úgyhogy doktor nyugodtan majd be lehet szúrni a poénokat és a beszélgetésbe. Jó, de kezdjük egy nagyon rendhagyó dologgal. Eddig mindig arra fektettünk hangsúlyt, hogy a megelőzésről beszéljünk. Ugye a tüdőgyógyász szakorvossal és a kardiológus főorvossal, és azzal kezdtük az előadást, hogy hogyan megelőzhető a betegség, mire figyeljünk oda, melyek azok az életmódbeli sajátosságok, amelyekkel megelőzhetjük, segíthetjük egészségünket. Ma a pajzsmirigyről és a cukorbetegségről fogunk beszélni, elsőként pedig a pajzsmirigyről, és ennél a betegségnél bármennyire is furcsa, azt kell mondanom, hogy nem megelőzhető. Gyógyszeres kezelése természetesen ez is egy életidőségében jól kezelhető betegség, de erről majd beszélünk később. Talán inkább először azt értsük meg, hogy miért találkozunk a legtöbb egészségügyi oldalon ezzel a meghatározással, hogy ez a betegség nem megelőzhető. Rögtön nagyon nehéz kérdést tett fel. Nem mondanám azt, hogy merünk így az orvostudományban ennyire kategorikus kijelentéseket tenni, hogy valamit lehet, vagy valami nem lehet. Tehát nem mondanám azt így egyértelműen, hogy a pajzsmirigy betegségeket nem lehet megelőzni. Pajzsmirigynek ugye számtalan betegség formája létezik, tehát léteznek gyulladásos betegségei, léteznek daganatos betegségei. Most, hogy ezt mondjuk könnyebben megértsék, gondoljunk arra, hogy vannak olyan betegségek valóban, amelyeket viszonylag hatékonyan meg tudunk előzni. Tehát például bizonyos fertőző betegségeket védő oltással gyakorlatilag nagyon hatékonyan meg tudunk előzni. Az, hogy egy betegséget meg tudjunk előzni, annak az az elsődleges feltétel, hogy egész pontosan tudjuk azt, hogy mi okozza, vagy mik a kiváltó okai annak az illető betegségnek. Minél több kiváltó oka van egy betegségnek értelemszerűen, annál nehezebb azt a betegséget megelőzni. Az idült betegségek és lassú lefolyású betegségek, mint a pajzsmirigy betegség is, általában ilyen. Pajzsmirigy betegségeknek is van minden egyébnek genetikai háttere. Tehát tudjuk azt, hogy pajzsmirigy betegségek családon belül halmozódnak.
Mindenki örököl egy bizonyos genetikai csomagot, ezt gyakorlatilag nem tudjuk befolyásolni, ezzel születünk. A genetikai tényezőkön kívül természetesen vannak környezeti tényezők. Ezeket egyéni szinten vagy tudjuk, vagy nem tudjuk befolyásolni. Rögtön tisztázunk is egy tévhitet, ezt számos helyen lehet olvasni arról, hogy pajzsmirigy megelőzésre jód és szelén tabletta szedését ajánlják, akár ugye, egészséges embereknek. Ezzel akkor hogyan viszonyuljunk ehhez? Szedjünk jód és szelén tablettát? Ne szedjünk jód és szelén tablettát, csak úgy mindenféle javaslat nélkül. Tehát itt azt kell tudni, hogy vannak bizonyos veszélyeztetett kategóriák. Elsősorban itt gondolok a várandó sanitákra. Náluk például kötelező módon ajánlott a többlet jódbevitel. Általában ez a dolog meg is történik. Inkább azt látom, hogy túl medikalizáljuk manapság a terhességeket, tehát szinte minden várandós jövendőbeli anyuka szed valamilyen táplálék kiegészítőt. A legtöbb ilyen terheseknek adandó táplálék kiegészítő, tehát lásd, most kereskedelmi neveket gondolom nem kellene mondanom, ezekben általában ilyen 150-200 mikrogram elemi jód található, ez gyakorlatilag a terheseknek ajánlott napi jódbevitel. Vagyis terheseknél kötelező módon kellene a jódbevitelt kiegészíteni. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a jódbevitel az nem előzte meg, viszont arányaiban megváltoztatta, ezt nem egyéni szinten beszélek, hanem közösségi szinten a különböző pajzsmirigy betegségek előfordulását. Tehát tudjuk azt, hogy például a jódhiányos területeken gyakoribban bizonyos és súlyosabb pajzsmirigy daganatok, míg normális jódellátottságú területeken nem lett ugyan ritkább, viszont a pajzsmirigy rákok lefolyása az valamivel benignusabb. Ez megint nem javasolt az, hogy valaki egyénileg kapkodja be a jódtablettát, mert általában ahhoz, hogy a pajzsmirigyet jódtal blokkoljuk, tehát hogy meggátoljuk a különböző rádióaktív izotópok pajzsmirigyre kifejtett hatását, egy viszonylag nagy mennyiségű jódra van szükség. Tehát ez senki ne próbálkozzon ezen teljesen egyénire. A szeléniumról azt kell tudni, hogy a szelén az egy nyomelem, de gyakorlatilag a pajzsmirigyben és a pajzsmirigy számos enzimében előfordul, és ezek működéséhez szükséges. Tehát úgy a pajzsmirigy hormonok előállításához szükséges enzimekben szerepel, mint azok lebontásával szükséges enzimekben. A szelénium hiány valószínűleg súlyos vitja, főleg az autoimmun pajzsmirigy betegségek lefolyását. Na most itt ugye megint van egy olyan, hogy a jódbevitel viszont, főleg a túlzott jódbevitel, arról pedig pont az ellenkezője terül ki, tehát hogy az autoimmun pajzsmirigy betegség lefolyását kimondottan súlyosbíthatja. Ezért gyakorlatilag nem feltétlenül ugyanarra a betegség kategóriára jó a jód, mint amire jó a szelénium. Tehát most nem tudom, mennyire feleltem a kérdést, de összegezve azt mondanám, hogy saját elhatározásból mindenféle orvosi javaslat nélkül ne szedjünk sem jódot, sem szeléniumot. Így van, amit viszont megtehetünk, és ami fontos, hogy pajzsmirigy és szűrés is létezik, sőt egy kötelező szűrésről beszélünk, bármennyire sokan nem tudják. De ez egy kötelező szűrés, amelyhez hozzáférhet bárki, és itt is van olyan korcsoport, akinek különösen ajánlott, illetve a terheseknek is ezt a szűrést el kéne végezni. Beszéljünk egy picit akkor a pajzsmirigy szűrésről. Az újszülöttek pajzsmirigy elégtelenség szűrése az egy
kötelező szülővizsgálat. Ez a vizsgálat általában a születés utáni harmadik vagy ötödik napon történik, vagy kellene, hogy megtörténjen. Amennyiben nincs tudomásuk róla, vagy a szülők nem tudnak arról, hogy ez megtörtént, azért ne csüggedjenek, mert általában megtörténik, viszont nem szokták értesíteni az érintetteket csak abban az esetben, hogyha a szülővizsgálat eredménye pozitív lett, vagyis hogyha a TSH értéke, mert nálunk ezt a meghatározást használjuk szülésre, meghalad egy bizonyos határértéket. Általában, amikor meghaladja ezt a határértéket, akkor is tapasztalat szerint az esetek döntő többségében kizárható a vele született pajzsmirigyelőtelenség, ami jelenleg egy viszonylag ritka kórkép. Viszont szűrővizsgálattal és időben elkezdett kezeléssel nagyon jól kezelhető. Nem gyógyítható, de kezelhető. Terheseknél a pajzsmirigy működés vizsgálata tulajdonképpen nem egy kötelező vizsgálat, de mivel nagyon egyszerű és impaktuma van nem csak a terhesség kimenetelére, hanem gyakorlatilag a leendő utód további fejlődésére nézve is, ezért mondhatnám azt, hogy ajánlott, javasolt lenne minden egyes terhes esetében. Tudjuk azt, hogy a terhességi pajzsmirigy elégtelenség az negatívan befolyásolja a magzat növekedését, nem csak testi növekedését, hanem az idegrendszer fejlődését, illetve a későbbi szellemi, illetve pszichés élését is. Kérhetik a kismamát? Ezt abszolút kérhetik, tehát ezt mondjuk a családorvosok kellene, hogy kérjük a kismamát. Tehát, hogyha kérhetik? A családorvoshoz elmegy akár a kismama, de beszéljük az átlag emberről is, és kér küldő bafit, akkor ez egészségbiztosítóházilag támogatott szűrési vizsgálatot jelent, amire nem kérhetett? Határozottan igen. A gyakorlatban nyilvános sokan azt mondják, hogy soha életben nem csinálták meg nekem a pajzsmirigy hormon szinteket ingyen. Hát ez a saját egészségi rendszerünknek egyik paradoxona, úgymond, de ez egy térített, tehát biztosító pénztár által térített vizsgálat, nem csak terheseknek, bárkinek. Mivel a szülővizsgálatról beszélünk, azért zárójelben becsempészem azt, hogy szintén kötelező szülővizsgálat lenne terhességben, a terhességi, vagyis a gesztációs diabétesz szűrése, ez a terhesség 24.-28. hete között jelenben megtörténjék, nagyon egyszerű szülővizsgálat, vagyis az orális cukorterheléses teszt. Ez egy adányos vizsgálat, és kötelező lenne, és számos fel nem ismert komplikációt el tudnánk kerülni, amennyiben ez a gyakorlatban is megtörténne. Térjünk át a cukorbetegségekre, ezzel kapcsolatosan is rengeteg tévhit jár a köznyelven. Én megkérdeztem egy-két ismerősömet szúrópróbaszerűen, és hát elég katifántos dolgokat mondtak, de hármat jegyeztem le, amiről még én is úgy gondoltam, hogy talán tényleg ebbe az irányba elmehet az ember. Az első az, ami a nevéből adja a betegség, nevéből jön, hogy az emberek azt gondolják, hogy a cukros betegség a cukorfogyasztással áll kapcsolatban, tehát aki sok cukrot, édességet eszik, az cukorbeteg lesz. Na ez az egyik. A másik, hogy aki cukorbeteg, és mondjuk ez gyerekkorban már felfedezett, tehát egy cukorbeteg gyerek soha nem ehet édességet. És a harmadik, nagyon sokan félnek a betegségtől, mert az első reakciójuk az rá, hogy nehéz kezelni, nagyon nehéz kezelni, nem jó betegség. Na, mielőtt a tévhitekről is beszélünk, és ezeket is sorba fogjuk venni, jó hír viszont, hogy azért a cukorbetegség egyes típusainál nagyon fontos, és számít az életmódunk, a táplálkozásunk, és befolyásolható ez a betegség, úgyhogy kezdjük ezzel. Ön szerint milyen a helyes táplálkozás? Az egészséges táplálkozás az nem más, mint a
kiegyensúlyozott táplálkozást, ami azt jelenti, hogy arányosan kellene fogyasztanunk a különböző tápanyagokból. Persze erre megvan nyilván kvantifikálva van az, hogy miből mennyit kellene, tehát most konkrétan nem akarok sok számadatot mondani, hogy hát 50-50% szénhidrát kellene, hogy legyen, 20% fehérje és 20-25% zsír. Tehát így kellene összeállítani a napi táplálékunkat. Nálunk ez általában nem így van, vagyis általában a mi vidékünkön sokkal több a zsír és a fehérjének az aránya, tehát mi azért az intenzív húsevők vagyunk, és intenzív zsíros húsevők vagyunk. Na most arra vonatkozóan is megvannak az ajánlások, hogy ugye bizonyos tápanyagokból milyen minőségű és milyen arányban kellene fogyasztani, tehát például a zsírokra ez kimondottan ajánlott, hogy egyharmad arányban fogyasszuk a telített zsírsavakat, amelyek elsősorban az állati eredetű táplálékokban vannak, és ezek azok, amelyek az élelmeszesedést kimondottan elősegítik, illetve az egyszeresen, illetve többszörösen telítetlen zsírsavaknak a fogyasztása, ez körülbelül így arányban kéne legyen. A telítetlen zsírsavak, tehát omega-3, omega-6 zsírsavak, ezek főleg például a mediterrán vidéken élők táplálékában vannak mondjuk ideális arányban, náluk egyáltalán nincsenek, tehát mondjuk sokkal több halat kellene fogyasszunk ahhoz, hogy megnöveljük a arányában a telítetlen zsírsavak arányát. Ami nagyon fontos az egészséges táplálkozás szempontjából, az étkezések időrendje, ez az, ami nagyon sokszor elcsúszik nálunk. Gyakorlatilag az lenne az ideális, hogy gyakran együnk, de egyszerre mindig kevesen. Soha ne zabáljunk be nagyon, de ne teljen el túl sok időkét egymást követő étkezés között. Hát ideális az volna, hogy naponta 5-6 alkalommal étkezünk. Hát tartsuk be az óra rendjét a fő étkezéseknek, reggel, ebéd, vacsora, és a fő étkezések között egy-egy kicsi uzsonnát kellene beiktassuk, ami lehet egy-egy gyümölcs, egy-egy joghurt, ilyesmi. Ugye már, hogy mit eszünk erre, mindenkinek figyelmébe ajánlom, ezt gondolom mindenki ismeri az úgynevezett táplálkozási piramist. Tehát a táplálkozási piramis gyakorlatilag ábrázolja azt, hogy milyen arányban, illetve milyen gyakorisággal kéne a különböző élelmiszereket fogyasztani. Tehát vannak úgynevezett alapélelmiszereink, melyek a piramis alján vannak, ezek azt jelenti, hogy ezeket naponta és naponta több adagban kellene fogyasztani. Ilyen például a gabonafélék. Ezekről megint lehet órákat beszélni, hogy melyik a jó gabonaféle, illetve hogy a teljes kiőrlésű gabonák azok miért jobbak. Tudják azt, hogy a teljes kiőrlés az, amelyikben benne van a korpa is, azok van ott. Ott több a B-vitamin, és nagyon fontos, hogy a szénhidrát felszívódása lassú, mert mindig, amikor a szénhidrát mellettünk valami van, akkor az elhúzódóvá teszi a szénhidrát felszívódását. Gabonafélék azok lent vannak az alapon, ugyanúgy a víz is, tehát a folyadék az lent van az alapon, ezt naponta is többször kell fogyasztani. Akkor a zöldségek, gyümölcsök, ezek e fölött vannak, akkor még e fölött vannak a tejtermékek, illetve a húsok, legfelül vannak az édességek. Édességek esetleg zsíros magvak például ilyenek, tehát ami legfelül van a piramis csúcsán, azokat minél ritkábban kellene fogyasztani, nem naponta, hanem minél ritkábban, hetente vagy még ritkábban. A kettes típusú cukorbetegség az viszont jelentős mértékben összefügg a zabálással, mégpedig hogyan?
Tehát tudjuk azt, hogy az egyes, a kettes típusú cukorbetegség egyik, nem az egyetlen, de egyik nagyon fontos kockázati tényezője az elhízás. Tehát a kettes típusú cukorbetegséget nyugodtan nevezhetjük egy civilizációs betegségnek. Egyre gyakoribb és egyre fiatalabb életkorban fordul elő, és szorosan összefügg az egészségtelen táplálkozással, a stresszel, a mozgásszegény életmóddal. Nyilvánvaló, hogy nem lehet ennyire sarkítani, hogy azt mondjuk, hogy azzal függ össze, hogy sok édességet ettél. Hát nem azzal függ össze, hogy sok édességet ettél. A másik tévhit, amit említettem, hogy egy cukorbeteg gyerek soha nem mehet édességet. Hát ez úgy hülyeség, ahogy van. Hát nem igaz. Na, most való igaz az, hogy klasszikusan a cukorbetegség kezelése és a cukorbetegségben ajánlott étrend az nagyon merev volt, és tulajdonképpen az étrendet alakították a kezelés függvényében. Tehát beállítottak a betegnek egy relatíve fix dózisú inzulin adagot, azt bonyolult, vagy kevésbé bonyolult kalkulusok alapján kiszámították, hogy az a bizonyos inzulin mennyiség, mekkora szénhidrát mennyiséget fed le, és akkor megmondták, hogy te fiam, reggel 8-kor, 1-kor és este 8-kor eszel, és pontosan ennyi eszel, se többet, se kevesebbet. Ez mára már elavult, éppen fordítva csináljuk, a kezelést alakítjuk a beteg étrendje szerint. És a cél az, hogy minél flexibilisebben alakítsuk. Tehát szó nincs arról, hogy eddig tudom én, egy cukorbeteg serdülő nem mehet el egy buliba, és esetleg ott nem mehet meg egy szemet tortát, vagy stb. Nem. Arról van szó, hogy neki tudnia kell, hogy ha bevisz egy többletmennyiségű szénhidrátot, hogyan kell alakítsa az adagolt inzulin mennyiségét. Itt jön be, hogy amivel kezdtem a mai előadásunkban a betegségtudat, illetve ezeknek a kezelése, és akkor doktor úr nagyon szépen fejezte be, hogy semmivel sem lesz rosszabb, mint egy átlag embernek, ehhez csupán hozzá kell szokni, illetve hát egyfajta mentális munka, hogy az ember elhiggye magáról, hogy igenis cukorbetegen is teljes életet élhet. Itt ne ragadjon meg, hogy kihasználom a lehetőséget, ehhez kapcsolódik meg egy vesszőparibám nekem ez. Lehet, hogy Sunyiban én azért kezdtem ezt a témát. Ne. Összebeszéltünk. Akkor köszönöm. Lehetőséget adott arra, hogy elmondjam. A cukorbetegség egy nagyon jól kezelhető betegség, amit elmondta az életminőséget, nem feltétlenül kell, hogy roncsa, és ami nagyon fontos, a cukorbetegség önmagában, főleg ha jól kezeli, nem egy invalidáló betegség. Vagyis a cukorbetegség a munkaképességünket nem befolyásolja. Na most ezt miért mondom? Miért mondom? Tudják, hogy mondom. Akkor lehet, hogy nem is folytatnám. Köszönjük szépen dr. Rufudó szakorvosnak, mielőtt véglegesen elbúcsúzom, azt azért elmondanám, hogy az előadás sorozatunk felén túlléptünk ezzel az alkalommal, de mi találkozni fogunk pontosan háromszor. Szokás szerint megköszönöm a támogatóinknak, akik segítik a munkánkat és ennek az előadás sorozatnak a létrejöttét. Búcsúzó pedig, amint szoktam, dr. Rufudónak egy ajándékcsomagot adok át. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm.